Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, Gyöngyös Ma című műsorunkat látják. Mai adásunkban a Heves vármegyei szakképzési centrum József Attila Technikum szakképzésiskola és kollégiumról lesz szó, annak több mint 140 éves történelméről, az idei tanévről, de többek között beszélünk még a gyakorlati oktatásról és a diákok mindennapjairól is. Vendégem pedig Mekes Mihály, az intézmény igazgatója. Jó estét kívánok! Igazgató úr, miben látja az iskola már több mint 140 éves sikerességét itt Gyöngyösön? A kitűzött célokhoz több úton el lehet jutni, viszont meg kell állapítanunk, hogy nagyon fontosak a biztos alapok. A József Attila Technikum magasra tette a mércét, ehhez be kell indítani, és be is indítottuk a rakétákat. E tekintetben nekünk a biztos alapot a 140 éves múlt jelenti, egyrészt pedagógiai szempontból, az iskola falak között nagy mennyiségű pedagógiai szakmai tudás halmozódott fel, másrészt természetesen az ehhez tartozó technikai eszközök is rendelkezésünkre állnak. Meg kell újulni, és folyamatosan megújulunk. A Heves vármegyei szakképzési centrumnak 7 szakképző intézménye van, amelyek folyamatos kapcsolatban, harmonikusan, egymás segítve működnek együtt és szolgálják a szakképzést. Ez azért fontos az érdeklődők és a diákok számára, mert így szélesebb szakmai kört, szakmapalettát tudunk biztosítani számukra, illetve adott esetben tudjuk biztosítani az iskolák közötti könnyebb átjárhatóságot is. Meg kell újulnunk, és meg is újulunk. Vége van már a gőzkorszaknak, a gőzgépek időszakának. Lassan szerintem végződik az informatikai eszközöknek az elterjedése is. Átlépünk gyakorlatilag a mesterséges intelligencia és az alternatív energia használatának a korába. Haladunk a korral, mindig új szellemiségben szervezzük a szakképzést. Ehhez természetesen szükségünk van arra is, hogy folyamatosan kapcsolatban legyünk a különböző szakmai szervezetekkel, szakmai egységekkel, amelyektől információkat, adatokat kapunk, és ezeknek a birtokában határozzuk meg a következő lépést, a szakképzésnek a következő irányát, amelynek célja, hogy a munkaerőpiaci igényeket maximálisan ki tudjuk elégíteni. Beszéljünk az idei tanévről, hogy alakult a tanévkezdés, milyen beiratkozási eredményekről tud beszámolni. A hosszú és meleg nyár után kipihenve érkeztek az iskolába a kollégáim és a diákok. Azt kell mondanom, hogy a kétszer egyhetes ingyenes étkezéssel és szakmai programokkal tele tűzdelt nyári tábor után is ki tudták pihenni magukat. Ezen tábor időszaka alatt a 7. osztályos tanulók megismerkedhettek az iskolánkban folyó szakmai képzésekkel. A számok tekintetében azt mondhatom, hogy már évek óta folyamatosan emelkedik az iskolánkban a tanulói létszám, ami a munkánk eredménye és munkánk színvonalát tükrözi. Szeptemberben minden tervezett szakmát és csoportot be tudtunk indítani, fel tudtunk tölteni. Természetesen nagy segítségünkre szolgál az, hogy a kollégiumunk olyan szinten elkészült a felújítás tekintetében, hogy visszakerülhetek a diákjaink az iskolával gyakorlatilag egybeépített kollégiumba, és azt mondhatom, hogy 21. századi körülmények között tudnak tanulni, készülni, családias körülmények között tudnak részt venni az iskolai szakképzésben, nevelésben. Napi kapcsolatot tartunk az általános iskolákkal, ami fontos számunkra, hisz onnét kapjuk a jelentkező diákokat, rendszeresen szervezünk részükre bemutatókat, kiszállunk az iskolákban, ott szakmai napokat rendezünk, nyílt napot rendezünk az iskolánkban, tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos az általános iskolák részéről a nyitottság, és részünkről pedig a partneri viszony. Milyen képzési irányok érhetőek el az iskolában? Az iskolánkban alapvetően 2 képzési irányt oktatunk. Egyrészt van technikus képzés, az 5 éves technikus képzés, illetve emellett a szakképző iskolai képzés, ez 3 éves időtartamú. A technikus képzés tekintetében a gépészet ágazatban a jelentkezők számára tudjuk ajánlani a gépésztechnikus szakmát. Gépésztechnikusok gyakorlatilag egy nagyon alapos gépészeti és elektromos képzés után a gépészetnek a
rejtelmeivel ismerkedhetnek meg. Az elmúlt hetekben fejeződött be az iskolánkban a villamosipari tanműhelyünknek a felújítása, ahol 12 vadonatúj oktatópanelt állítottunk be, és gyakorlatilag a legmodernebb eszközökkel, gépekkel, mérőműszerekkel ismerkedhetnek meg, tesztelhetik a saját tudásukat. A gépész technikusok középvezetők lesznek, ha kikerülnek az iskolánkból, és ennek a érdekében nagyon nagy hangsúlyt fordítunk arra, hogy megfelelő kommunikációs készségekkel és ismeretekkel is rendelkezzenek, illetve természetesen a gépész technikusok előtt nyitva áll a felsőoktatásnak a kapuja, ahol nagy érdeklődés van az iskolánkban végzett gépész technikusok iránt. Informatikai és távközlés ágazatban, iskolánkban az informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus képzés zajlik. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy érdeklődésre szertett szakma. Itt elmondhatom, hogy szinte minden területen szükség van az informatikai ismeretekre, minden vállalkozásnak, minden működő cégnek, és az ehhez szükséges ismereteket megkapják az iskolánkban a diákok. Szoftvereket telepítenek, rendelnek, karbantartanak, tűzfalakat kezelnek, hálózatokat építenek és működtetnek. Informatika terén nagyon komoly fejlesztések zajlottak végben az iskolánkban. Gyakorlatilag a gépállományunk körülbelül 70%-át le fogjuk cserélni a következőben a legmodernebb, legújabb és a leggyorsabb számítógépekre, és ennek következtében az 5 informatikai tantermünk a legmodernebbek közé fognak tartozni. Van egy kuriózum is, ami elérhető az iskolánkban a diákok részére, ez pedig egy bionikus robotkutya. A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum kapta meg az országban először ezt a lehetőséget, hogy egy ilyen bionikus robotkutyát az oktatási célja alkalmazon és bevezessen. Gyakorlatilag egy űrtechnikával kialakított robotról van szó, amely ilyet a gyerekek használhatnak, programozhatnak, kezelhetnek, akár előadást is tud tartani ez a robotkutya, és ami nagyon fontos, hogy mesterséges intelligenciával van kialakítva, tehát a mesterséges intelligenciával is ismerkedhetnek a diákjaink a tanítási órákon. A szépészet ágazatban, iskolánkban fodrászi és kozmetikus technikus képzés folyik. Ide azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a művészetek iránt, akiknek szép érzékük van, szeretik az önmegvalósítást, az önkifejezést, és nagyon nagy szeretettel akár egymáson is gyakorolnak a diákok. Nem csak lányok, fiúk is jelentkeznek ezekre a szakmákra, és gyakorlatilag nagyon sok sikerélményük van ebből adódóan, és nagyon jó kommunikációs tréningeket tartanak a gyakorlati foglalkozásokon. Újdonságként fog megjelenni iskolánkban a honvédelmi ágazatba tartozó honvédkadét képzésünk. Itt is kiemelném az informatika részét, mert pontosan az informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető irányt fogjuk bevezetni. Ez kimondottan honvédelmi ágazatba tartozó képzés, erről egy későbbi időpontban szeretnék majd részletes tájékoztatást adni. Azonban, ha már a honvéd kadétról beszélünk, akkor minden esetben szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a technikus tanulóink részére biztosított az a lehetőség, hogy a honvédelmi alapismereteket válasszák választható tantárgyként, és az érettségén ebből érettségi vizsgát is tehetnek, amennyiben így döntenek. Ez azért is fontos, mert a honvédelem a hazaszeretet felé tudjuk irányítani őket, illetve adott esetben a 3,5 feletti a tanulmány eredményük, akkor plusz ösztöndíjra tehetnek szert, aminek az összege nagyságrendileg 50 000 forint. Nagyon szeretik a diákok, nem csak honvédelem, hanem az egészséges életmód és a sport szeretete is kitűzött célunk ebben az oktatási tekintetben. A szakképző iskolai képzések terén iskolánkban a gépész ágazatba tartozó
képzéseket emelném ki. Itt gyakorlatilag az ipari gépész képzés, amit tudunk ajánlani. Nagyon nagy előny az ipari gépész tanulóink tekintetében, hogy igaz szakképzőiskolában jelentkeznek, de ha megfelelő jó tanulmányi eredményt mutatnak, akkor átkerülhetnek a technikus képzésbe, tehát technikusként hagyhatják el az iskolát. Egyébként az ipari gépész az alapvetően a gépek üzemeltetését, karbantartását végzi, és mivel Gyöngyös és ez a régió egy kiemelt ipari terület, úgy gondolom, hogy nagyon nagy érdeklődés van a tanulóknak a foglalkoztatása iránt, nagyon könnyű az elhelyezkedésük a sikeres vizsgák befejeztével. Az építőipar ágazatba tartozó képzéseink tekintetében a kőműves és a festőmázoló tapétázó két szakma, amit képzünk, és lehet rá jelentkezni. Itt nem a hagyományos kétkezi kőműves munkákra kell csak gondolni, természetesen azokat is megtanulják a diákjaink, hanem itt már modern eszközökkel, informatikai eszközökkel végzik a munkájukat, számítógépen tervezik a épületet, a tevékenységüket, látványterveket készítenek róla, illetve szükség esetén adott szituációban különböző gazdasági számításokat is el tudnak végezni, és így tudják optimalizálni a tevékenységüket. Az élelmiszeripari ágazatba tartozó képzések közül a pékcukrász képzésre lehet jelentkezni. A kenyérgyár úton van egy nagyon jó felszerelt pék tanműhelyünk, amelyek bővítése a napokban fejeződött be. A legmodernebb cukrászati eszközök, berendezések kerültek elhelyezésre, és most már elmondhatjuk, hogy a cukrász képzésben is magas színvonalú technikai eszközökkel felszerelve tudjuk a diákjainkat oktatni. Tehát látja, hogy elég széleskörű az iskola által nyújtott szakma paletta, szakmakör. Úgy gondolom, hogy minden tanuló, minden érdeklődő megtalálja a lehetőséget az iskolánkban való továbbtanulásra, amihez természetesen a pedagógia és a magas színvonal technikai hátteret biztosítjuk. Hogyan szervezik meg a gyakorlati oktatást? A gyakorlati oktatásnak két része van, egyrészt úgynevezett ágazati alapoktatás, és ezután egy ágazati alapvizsga után következik a szakirányú oktatás. Az ágazati alapoktatásban a gyakorlati részt, a gyakorlatokat az iskolában szervezzük, az előbb elmondott technikai feltételekre építve és használva, majd az ágazati alapvizsga szintén az iskolában következik be, és el kell mondanom, büszkén kell ezt kijelentenem, hogy több mint 4,7 feletti az ágazati alapvizsga iskolai átlaga, tehát nagyon jól felkészítik a tanulóink a diákokat a vizsgára, és ágazati alapvizsga után mehetnek ki a termelésbe. Tehát nálunk, a mi diákjaink az ágazati alapvizsga utáni gyakorlatokat a termelő üzemeknél, termelő gyáraknál, vállalatoknál, vállalkozásoknál teljesítik. Ez nagy előny jelent számukra. Egyrészt az ösztöndíj tekintetében sem mindegy, hogy iskolai ösztöndíjat, 50-59 ezer forintos ösztöndíjat kapnak, vagy pedig kint a termelésben 100-160 ezer forintos ösztöndíjban részesülnek havonta. Mindemellett nagyon fontos, hogy valós termelési körülmények között tudják végezni a tevékenységet, és tanulhatják a szakmát, látják a munkájuknak az eredményét, a kockázatát, a veszélyét és a gazdasági hasznát is. Mi eközben megismerkednek a cégekkel, a munkáltatókkal, és amennyiben a tanuló jó teljesít, megfelelő színvonalon tud dolgozni és kommunikálni a munkáltatóval, hisz ott már, mint alkalmazott jelenik meg, tehát munkaszerződést köt a gyakorlóhelyel, gyakran előfordul, hogy munkavállalóként fogják majd ott a későbbiekben alkalmazni. Ha erre esetleg nem kerül sor, akkor is megtapasztalja a termelési feltételeket, és az iskolai záróvizsga után nem lesz számára idegen, meglepő az, hogy a termelésben kell dolgozni.
A partnereket duális partnernek nevezzük, akik a ágazati alapvizsga után fogadják a diákjainkat, és elmondhatom, hogy körülbelül 70 ilyen duális partnere van az iskolának, akikkel folyamatosan napi kapcsolatban vagyunk, és ebből adódóan is tudjuk követni a munkaerőpiaci igényeket, tudjuk követni a technika fejlődését, tudjuk követni az oktatási ismeretanyagunkkal azt, hogy merre felé kell tovább lépnünk, és milyen irányba kell a tanulóknak az ismeretanyagát bővíteni. Milyen programokkal próbálják színesíteni a diákok mindennapjait? Mindenki visszaemlékszik a diák éveire, és remélem, hogy csak kellemes emlékek vannak. Ugye ezek az első szakmai pozitív tapasztalatok, az első nagy szerelmek időszaka, hát mi is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél több élményt, pozitív élményt nyújtsunk a diákjainknak, és maradandó emlékképeket tudjanak megőrizni az iskolánkról, az itt töltött évekről, amit majd esetleg később még a gyerekeknek, unokáknak is tovább tudnak adni. Azt mondhatom, hogy szinte minden hónapban van valamilyen rendezvény, amit a diákjaink szerveznek. Nagyon komoly, aktív diáki élet folyik. Én javasolnám, hogy a Facebook oldalunkra mindenki menjen fel és nézze meg, hogy milyen csodákat művelnek a diákjaink az iskolában. És emellett ugye mi természetesen nem feledkezünk meg arról, hogy szakmai oldalon is továbbképezzük őket. Nagyon sok kirándulást, üzemlátogatást, konferenciákat, bemutatókat iktatunk be a tananyagba, és elmondhatom, hogy eddig egy régi, de még működőképes busszal szállítottuk, jövőre már egy vadonatúj, a legmodernebb igényeknek, a legmodernebb elvárásoknak megfelelő modern iskolabusszal tudjuk vinni diákjainkat a különböző rendezvényekre. Magyarországon vagyunk, de azért kitekintünk az Európai Uniós országokra mindenféleképp, a szomszédos országokra is, és külföldi gyakorlati lehetőséget is biztosítunk diákjaink számára, többek között az Erasmus Plus pályázati kereten belül. Így voltak tanulóink már Bécsben, Barcelonában és Milánóban. És természetesen ez a tevékenységünk a későbbiekben is folytatódni fog. Milyen eredményeket értek el az iskola tanulói? Nagyon fontos, hogy a mindennapi munka mellett megmutassuk a tudásunkat másoknak is. Mérjük össze a tudásunkat, az erőnket a többiekkel. Próbáljuk elhelyezni magunkat a országos eredmények tekintetében. Nagyon sok versenyen vesznek részt a diákjaink. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a lemaradó diákokkal foglalkozzunk, tehát a felzárkóztatás, az alapkompetenciák fejlesztése alapfeladata mindegyik kollégámnak. Külön foglalkozunk személyesen, illetve kis csoportos foglalkozásokban a gyengén teljesítő tanulókkal, de ugyanilyen nagy hangsúlyt fordítunk a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákjainkra is. Tehát ennek következtében nagyon sok versenyen vesznek részt, természetesen szakmai versenyeken is, illetve közismereti versenyeken, matematika, idegen nyelv, szép magyar beszéd, stb. Talán néhányat megemlítenék a szakmai eredményeink közül. Lakatos Sándor tanítványunk, a Országos Szakma Kiváló Tanulója versenyen első helyezést ért el ipari gépész szakmában. Obeda Sándor tanítványunk Országos Szakma Kiváló Tanulója versenyen harmadik helyezést ért el kőműves szakma tekintetében. Rézműves István tanulónkat említeném, aki fodrász, a férfi fodrászatban. Azt mondhatom, hogy ahány versenyen elindul, mindig éremmel, serleggel érkezik haza. Mindegy, hogy ez Kecskeméten, Miskolcon vagy Kiskunfélegyházán van. Számtalan szakmai sikerünk van. Emellett talán néhány sport eredményünkről. A Barát Áron tanítványunk világbajnok fekvenyomásban, illetve Szilágyi Vivien tanítványunk RAV felhúzásban, súly felhúzás ellen, szintén világbajnoki eredményeket ért el. Tehát azt mondhatom, hogy
a munkaerőpiaci igények kielégítésére nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, mindent megteszünk, hogy jól képzett szakemberek hagyják el az iskola falait, de mindemellett komoly általános műveltségi tudást és kitartást és munkához való hozzáállás, munkaszeretetet is adunk a diákjaink részére. Úgy gondolom, mint hogy az elején mondtam, nagyon fontosak az alapok. Beindítottuk a rakétákat, és hamarosan, vagy már elértük azt, hogy a József Attila Technikum nemhogy a régi fényében, hanem attól sokkal fényesebben fog csillogni. Igazgató úr, köszönjük szépen, hogy bejött, és jó munkát kívánok a jövőben. Nagyon szépen köszönöm. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, legközelebb holnap jövünk Gyöngyös Mával, addig is a viszontlátásra.